Ebben a mostani videóban a bőjt, a kevesebb bevés pozitív hatásairól lesz szó, és arról, hogy hogyan álljunk át napi egy étkezésre. Üdvözöllek, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. A bőjtölés a legtöbb kultúrában már a kezdetek óta jelen van, ugye mind a kereszténységben, mind az iszlámban is, de sok más kultúrában is nem véletlenül. A mai társadalom számára az a fontos, hogy folyamatosan fogyasszunk, azaz, hogy folyamatosan együnk, ezért szoktatja rá a társadalom az embereket már a gyerekkorban arra, hogy naponta 5 alkalommal étkezzen. Ha számításba vesszük a nassolásokat is, sokan lényegében egész nap esznek. Nézzük meg először azt a 3 lépést, amivel át tudsz állni a napi akár folyamatos étkezésről a napi egy étkezésre. Ezek azok a lépések, ahogyan én is eljutottam a napi egy étkezésig. Én ezt kúraszerűen szoktam végezni, néhány hétig, majd utána visszaállok a napi kétszeri étkezésre. Az első fontos lépés, ha át akarsz állni a napi egy étkezésre, hogy elhagyod a 3 főétkezés közötti nassolásokat. Tehát elkezdesz leszokni arról, hogy állandóan bombázod a hasnyálmirigyedet, hogy inzulint termeljen. Ebben a fázisban már csak naponta 3-szor étkezel, reggel, délben és este. A második lépésben a 3 főétkezésből elhagyod az egyiket, ideális a reggelit. Ebben a fázisban reggel csak folyadékot iszol. Készítettem korábban egy videót a Szilárd reggeli helyett ajánlott folyadékokról, keres rá a keresőben. Tehát ebben a fázisban már csak naponta 2-szer étkezel, délben és este, reggel pedig csak valamilyen folyadékot iszol. Fontos az is, hogy hétről hétre egyre jobb minőségű ételeket fogyasz. Ugye ha kevesebbet eszel, kevesebbet kell költened ételekre, tehát megteheted azt, hogy ugyanannyit költesz, mint korábban, de sokkal a jobb minőségű ételeket vásárolsz meg, és fogyasztasz el. A harmadik fázisban pedig elhagyod az ebédet is, tehát már csak a vacsora marad, amikor szilárd ételt fogyasztasz. Azt is megteheted, hogy az ebédet és a vacsorát fokozatosan közelíted egymáshoz, amíg egyé nem olvadnak, tehát például 5-6 óra felé eszel már csak egyszer naponta. Fontos kihangsúlyozni, hogy bőjtölni, átállni a napi egyszeri étkezésre silány minőségű ételekkel nem lehet. Fontos, hogy tiszta húsokat, tiszta tejtermékeket, tiszta zöldségeket, sok zöldséget, gyümölcsöt és magvakat vigyél be. Nézzük most meg a napi egy étkezés, azaz az időszakos bőjtölés 6 előnyét az egészséged számára. Az első érve a napi egy vagy két étkezés mellett a cukorbetegség kialakulási esélyének a csökkentése. A cukorbetegség valószínűségét növeli az, ha hosszú távon sok szénhidrátot fogyasztasz, de sokkal nagyobb problémát okoz az, ha naponta sokszor, vagy ha folyamatosan eszel. Mert minden egyes alkalommal, amikor eszel, függetlenül attól, hogy mit eszel, az inzulin választ idéz elő a testedben. Ha fehérjéket vagy zöldségeket eszel, akkor is kell inzulint termeljen a tested, tehát nem csak a cukor és a szénhidrátok hatására. Egyre több kutató világít rá arra, hogy a cukorbetegség kialakulását elsősorban a napi túl sok étkezés okozza, és csak másodszorban a túl sok szénhidrát bevitel. A második előny, amit a kevesebb étkezésből szerzel, hogy a tested gyorsabban és hatékonyabban tud majd megszabadulni az elhalt sejtektől és méreganyagoktól. 2016-ban fedezte fel egy japán kutató az autofágia jelenséget, amelynek az a lényege, hogy a bőtölés ideje alatt a tested automatikusan meg tud szabadulni a sejtekben lévő vírusoktól és más kórokozóktól, tehát egyfajta automatikus méregtelenítés indul be a szervezetedben. Ha a testednek mondjuk 15-20 órán át nem az ételek feldolgozásával kell foglalkoznia, több energiát tud fordítani arra, hogy kipucolja azt, amire nincs már szüksége. Ebben sokat tud segíteni az, ha elegendő tiszta vizet iszol a nap során. A legjobb a desztillált víz, ami 100%-os H2O, tehát nem tartalmaz más anyagokat, például szervetlen ásványi anyagokat, mint amik ugye az ásványvízben vannak, vagy méreganyagokat, amivel meg a csapvíz van tele.
A bőtölés hatására megváltozik a sejtek és a hormonok működése is. Ez a harmadik előny, amihez hozzájuthatsz, ha kevesebbet eszel. A napi egy étkezés hatására például több növekedési hormon termelődik, ami azért előnyös, mert a növekedési hormon regenerálja a sejtjeidet, előmozdítja a sejtek termelődését és növekedését. A kevesebb étkezés hatására megnő a tesztoszteron szintje férfiaknál, ami a termékenység szempontjából fontos. Az adrenalin szint is csökken a bőtölés időszaka alatt, melynek ugye következménye hosszú távon a vérnyomás csökkenése, tehát a bőtölés magas vérnyomás esetén is előnyös. A negyedik előnye a bőtölésnek, a kevesebb evésnek az, hogy segít meghosszabbítani az életedet. Az éhezés stimulálja a sirtuin gének termelődését, melyek a túlélésben és a testedben lévő hibák kijavításában játszanak szerepet. Ezek a sirtuin gének lényegében a testünkben az öregedésgátló gének kijavítják a DNS hibákat. Kb. Úgy működnek, mint egy számítógépes vírusírtó program, átvizsgálják a DNS-t, hibákat keresnek, például mutációkat vagy töréseket a DNS kódban, majd kiszedik a hibás részeket és új egészséges részekkel helyettesítik be. A sirtuin gének csökkentik az oxidatív stresszt is, így hatásukra megnő a teste stressztűrő képessége is, így erősebb és ellenállóbb lesz a szervezeted. A bőtöléssel, az étkezések gyakoriságának visszaszorításával az emésztőrendszered is, tehát is pihentetheted, ez lehet az ötödik egészségügyi előny. A napfonat csakra, azaz az erőközpont csakra nem véletlenül az emésztőrendszerünk közepén helyezkedik el, hiszen itt rengeteg energiát használ fel a testünk. A beleidnek, a gyomornak és a hasnyálmirigyednek egyszerűen szükségük van arra, hogy néha pihenjenek. Hiszen ha nem tudnak néha pihenni, akkor az idő előre haladtával egyre kisebb hatásokkal tudják csak végezni ugye a feladataikat. Elfáradnak, pihenésre van szükségük ugye nekik is. Ha egész nap eszel, egyszerűen nem tudnak pihenni. És a hatodik előnye a napi egy vagy két étkezésnek, ami bizonyára a legtöbb ember számára fontos, az a fogyás. A napi egyszeri étkezéssel van a legnagyobb esélyed arra, hogy lefogy, mert így gyakorlatilag a nap során, jó pár órán keresztül a tested csak saját magából tud energiát nyerni. Még akkor is így van ez, ha keveset mozogsz a nap során. Persze a hatékony zsírégetéshez sok minden másra is szükség van, de egy bizonyos, ha csak naponta egy alkalommal étkezel, a nap adott szakaszában a tested nem tud máshonnan energiát nyerni, mint csak közvetlenül ugye saját magából. Tehát ha elkezdesz, tehát ha le akarsz fogyni, akkor szerintem olyan diétát keres, aminek ugye a napi egyszeri étkezés az alapja. És végezetül még egy pár dolog, ami ugyancsak megemlítendő, a kevesebb evés hatására javulnak az agyi funkciók is, több idegsejt termelődik, amíg nem eszünk, és megnő a BDFN-nek nevezett agyi eredetű növekedési faktoroknak a termelődése, melyeknek nagy szerepe van az agyunk működésében, és segít ugye az agysejtek pusztulását csökkenteni. És végezetül csökkennek a gyulladások is a testedben. Tehát csökken a szabad gyökök száma, melyek ugye felelősek a betegségek kialakulásáért. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!